Szabad választások, szolidaritás, rendszerváltás. Többek között ezek a kulcsszavak olvashatóak a Váci Mihály Kulturális Központ előtt felállított installáción. Nyíregyháza mellett 17 magyarországi települést választottak ki, ahol hasonló módon emlékeznek meg a rendszerváltás sorsfordító történéseiről. Ez segít a fiatalabb generációnak is, hogy megismerjék a jeles történelmi eseményeket. Az Antal József Alapítvány keretén belül a 30 éve lebontottuk, 30 éve szabadon pályázat keretében készült el ez a Hypercube nevű emlékoszlop, amely egy hónapig fog állni a Váci Mihály Kulturális Központ mellett a Szabadság téren. Azért is esett a választása a Szabadság térre, mert egyrészt nagyobb hely állt rendelkezésre, másrészt ez a tér 1944 és 1980 között viselte Lenin nevét, majd utána lett Szabadságtér. Viszont az országzászló térre helyezték a Lenin szobrot 1980. november 5-én, akkor még ugye a nagy októberi szocialista forradalom évfordulójára időzítve, és akkor az országzászló tér, ami addig volt Szabadságtér, 1980-ban a szobor miatt felvette Lenin nevét, és ezt viselte egészen 1990-ig, amíg el nem távolították a szobrot. Korábban Szombathelyen, legutóbb pedig Miskolcon állították fel a helyi eseményeket is bemutató installációt, hiszen az országos események mellett az adott települések történései is láthatóak az emlékoszlopokon. Nyíregyháza 1988 végén kerül bele a rendszerváltásnak a forgatókönyvébe, azzal, hogy az MSZMP-ből az uralkodó párttal szemben létrejön az első ellenzéki csoportosulás, az NDF, helyi szervezete 88 novemberében megalakul, és ezt követi majd 89 februárjában a többi ellenzéki párt, úgy mint az FKGP, a Fidesz, illetve az SZDSZ is, és ők együttesen fogják létrehozni az ellenzéki kerekasztalt, és kerekasztal tárgyalásokra fogják kényszeríteni az uralkodó pártot, az MSZMP-t. Azért is, mert 1989-ben az ellenzéki kerekasztal egy tömegdemonstrációt szervezett és meg is tartott a Nyíregyházán, az áremelésekkel kapcsolatban, és ennek hatására 89 nyarától kezdve mintegy 4 alkalommal kerekasztal tárgyalásokat tartottak az MSZMP helyi képviselőivel. Az 5. kerekasztal beszélgetést már nem tartották meg, az MSZMP megszűnt, létrejött jogutódjaként az MSZP. Október 23-án pedig kikiáltották a köztársaságot. Ezzel megkezdődött a rendszerváltás, és ennek egyik szimbolikus eseménye volt, hogy 1990. március 28-án Nyíregyházán is eltávolították a Lenin szobrot.